képviselők alkalmából megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 fővel megjelent, valójában ezért határozott képesek vagyunk, és mehet a képviselőtestület munkája. 5. napirendi pontunk az első önkormányzati rendelet módosítás a települési támogatásra és egyéb szociális ellátásokról. Egy gyorsan parancsolom. Köszönöm szépen. Külön napirendi pontként szerepel, de igyekeztem a saját munkánkat is megkönnyíteni, tehát csináltam egy úgynevezett salátarendeletet. Azokat a javaslatokat, amit a pénzügyi és a szociális bizottságtól kaptam az elmúlt 1-2 hónapban, azt egy módosító rendeletbe szedtem össze, és azon belül látja itt a testület, hogy több rendelet módosításra szorult. Van olyan, amit jogszabályváltozás miatt muszáj volt, illetve van olyan, ami szintén áremelkedés miatt térítési díj, vagy valamilyen díj növelést tartalmaz. Az első, amin szeretnénk módosítani, az már az elmúlt testületülésekkor többször szóba került, ez a fizika, illetve a szén kérdése. Itt igazából a támogatási elszámoláskor kincstár által támasztott követelmény volt, hogy akkor beletegyük a konkrét összeget, hogy egy háztartásban 5 mázsa fizika, vagy 10 mázsa szén osztható ki. Igazából ez egy adminisztratív kérdés volt, ez került az egyes szakaszba. A második szakaszban a 20/2005-ös helyi rendeletünk lakásbérlésről szóló rendeletünk módosítása van megfogalmazva. Ott szintén a Szociális Bizottság kérése volt, hogy az egytől jutó nettó jövedelmet konkretizáljuk, hogy egy kicsit időtállóbb legyen a rendelet, illetve hogy több mindenki bele tudjon férni a kérelmezők közé. A 3. szakaszban a pénzügyi és a szociális bizottság egyöntetű javaslatára, ezt szeretném kihangsúlyozni, született az a rendelkezés, hogy a lakbér mértékét szeretnénk felemelni az épületeinkben. Az egyik ugye a fecskeházat érinti, a másik pedig a nyugdíjas házat. A fecskeházban eddig bruttó 230 forintot fizettek a lakosok, most nettó 400 forint per négyzetméter ára szeretnénk emelni. Ezt most mindjárt megmondom. Szeptember 1-től. A nyugdíjas házban pedig egy kétszeri emelést javasolt mind a Szociális, mind a Pénzügyi Bizottság. Ezt a 37.500 forintos bérleti díjat szeretnénk felemelni szintén szeptember 1-től 42.000 forintra, illetve januártól 48.000 forintra. Itt szintén a közüzemi díjak, illetve a felmerülő javítási költségek indokolják nagyon nagy mértékben ezeket az emeléseket. Viszont a nyugdíjas ház esetében beletettünk egy olyan passzust, ezt a Szociális Bizottság, illetve Szász Zsolt képviselő úr is javasolta, hogy maximalizáljuk ezt a fizetendő összeget, akinek a egyfőre jutó jövedelme ezt az összeget, a 40%-a meghaladná ezt az összeget, akkor nyilván mérséklésre kerül ez a díj. Tehát ott majd akit az érint, akkor az majd jelzi a testület felé, és akkor tudunk módosítani ezen. A másik dolog, ami szintén ebben a rendeletbe került bele, az az inkubátorháznak a bérleti díja, hogy elkészült a beruházás, és ott a pénzügyi elszámolásunk szakaszába lépett ez a pályázat, viszont ott a pályázati felhívás olyan szinten módosult, hogy elvárja a testülettől azt, hogy csak és kizárólag piaci áron adhatjuk bérbe ezeket a helységeket, illetve belekerült most már a raktárépület bérleti lehetősége, és ezért került sor a módosításra. Itt az eddig 500 forintos négyzetméter árat, 560 forintos négyzetméter árban javasolta a pénzügyi bizottság meghatározni. Itt előzetesen készítettünk egy piaci felmérést, illetve egy értékelési szakvéleményt is kértünk, hogy biztosan megfelelő legyen ez az ár, amit képzünk.
Ezek után, ha ez szintén augusztus 1-től hatályba fog lépni ez a rendelet, illetve ha elfogadja az irányító hatóság, akkor annak a következő lépcsője az lesz, hogy pályázatot kell majd hirdetni, hogy a raktár épületben olyan bérlőket találjunk, hogy ez megfeleljen a pályázati felhívásoknak. És szintén majd a képviselő testület pályázat útján fogja elbírálni és megszavazni az újonnan beköltöző vállalkozásokat. Jó. A maradék jogszabály az igazából, vagy szakaszok olyan hatályon kívül helyező rendelkezések, amire már igazából kicsit aktualizáltuk a rendeleteinket, és ezeknek a rendezésére került sor, úgyhogy ez így összességében szerintem elmondtam a 8. napi, nem, 7. napi rendelkezésünkre. Ha ezt a rendeletet így elfogadjuk, akkor az 5-ös, 6-os, 7-est fogadjátok el egyszerre. Tisztelt képviselő, kérdezem, hogy az 5-ös, 6-os, 7-es napirendi javaslathoz van-e valakinek kérdése, kiegészíteni valója, gondolom, hogy kérdések adódnak. Semmi? Ha minden világos, akkor fölteszem szavazásra ezt a három napirendi pontot együtt. Kérem, szavazzunk. 5 igen elfogadta a képviselőtestület. És akkor most következik a 8-as Szabad Piús Községi Önkormányzat képviselőtestületének. Az viszont benne volt a 4-esben, bocsánat. Akkor a 8-assal is készen vagyunk. A 7-es a szükséges. És akkor a 9-es? Nem. Szabad Piús. Akkor a 7-es. Jó, azt bocsánat, azt is bele akartam tenni. Jó, akkor a 7-es jó. Szociális abszolgáltatások, az előző jó. Az 5-ös, 6-os. Tessék, akkor 5-ös, 6-os. Jó, akkor 8-as volt a 4-esben. Jó, igen, egy kicsit. Akkor a 7-es. Jó. A szociális abszolgáltatások igénybevételéről és térítési díjáról szóló rendelet módosítása. Mivel itt is határozat és rendelet módosítása is szükség volt, ezért ezt már nem pakoltam bele a salátának. Itt arról van szó, hogy ugye minden évben meg szoktuk szavazni a nyersanyag norma alapján az étkezési térítési díj normáját, azt tartalmazza a rendelettervezet. Ezt is beszéltük a pénzügyi bizottságon, és a szociális bizottság, illetve a pénzügyi bizottság javaslatára kérték, hogy a szociális étkezést igénybe vevő térítési díján is emeljünk. Ott az elmúlt évben 650 forint volt a térítési díj, és 800 forintra javasolták kiegészíteni. Itt az előterjesztésben azért szerepel a 850, mert abban benne van a házhoz szállítás, ugye? Hát 800, biztos, hogy 800 volt a Szociális Bizottságnak a javaslata. Nincs itt, de 800. Jó, úgyhogy itt is az egyik része az egy kötelező, megalkotandó rendeletmódosítás tartalmaz, az előterjesztés, a másik része pedig a térítési díj javaslatát, emelésére történő javaslat az, amit tartalmaz. Jó, itt szintén ugyanaz a helyzet, mint a gyermekétkeztetésnél, tehát itt is a nyersanyagnorma is, illetve a cégnek fizetendő díjak is emelkedtek, tehát ezért látta szükségszerűnek a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is, hogy emeljünk a térítési díjakon. Készen vagy? Van-e valakinek kérdezni valója ezzel a úgynevezett saláta rendelkezéssel? Én annyit tudnék hozzáfűzni, hogy ugye Edzőasszony is elmondta, hogy 650 forintért biztosítottuk a szociális étkezést, minden ugye növekedett. Minden szolgáltatónál több helyről is kértem árajánlatot, még mindig a Kornélia étterem az, amelyik legkedvezőbb árat ajánlott, mert mindenhol 1200 körül, 1400, 1500, 700-én is vannak egyébként menük. Így a bizottságok javaslata akkor a 800 forint. A házigondozásban pedig én javasoltam bevezettetni, illetve a Szociális és Pénzügyi Bizottság is elfogadta, a személyi gondozás eddig térítésmentes volt, hogy most 100 forintos gondozási óradíjat kérjünk, illetve a szociális segítést is 100 forinttal növelni. Ha így a testületnek is megfelel, akkor bevezetésre kerül a
személyi gondozásban is a térítési díj. Ha úgy gondolják, hogy még mindig maradjon térítésmentes, akkor természetesen marad. Tehát akkor az alpolgármester asszonynak volt egy térítési díj emelési javaslata. Ehhez van-e valakinek kérdezni valója, vagy elfogadjuk? Én annyit kérdeznék, hogy személyi gondozásban van két fő. Ugye? Ha nem? A szociális segítésben van. A személyi gondozás. Négyen vannak, de a normatíva szerint kettőre jön ki a normatíva. Személyi gondozásban 24-en vannak. Jó, már csak azért, hogy eddig ingyenesen biztosította az intézmény. És akkor most, hogy ez a 100 forint mit jelent? Jó, hát jelentéktelen összegnek tűnik, csak bevételként, hogy ha 3-4 emberről van szó, akkor ennek... Nem, 21 ellátottról van szó, és itt, hogyha a gondozási órát megnézitek, 2577 óra van egy évben, ha azt veszem, azok 100-a van, mit jelent, de ez is egy nagyon minimális díj. A környező településen is 230 forint, illetve 400-1000 forint tér végzik ezeket a szolgáltatásokat. Óránként. Igen, óránként. Igen. Jó, nem. És ez úgy működik, hogy nem 60 perc, 90 perc, tehát amennyit ott töltenek, ugye dokumentálják, aláírja az ellátott, és valakinél ha 25 perc jön ki egy napra, valakinél mondjuk napon 120 perc, akkor az alapján fizetik a térítési díjat most is a szociális segítésben. Képviselők, van-e valakinek ehhez a javaslathoz kérdése? Nincs? Akkor azt javaslom, hogy először szavazzunk arról, amit az alpolgármester asszony mondott. Térítési díjat a személyi gondozásért 100 forint per óra javaslattal kéri elfogadni tőlünk az alpolgármester asszony. Kérem, szavazzunk erről. 5 igen elfogadta a képviselőtestület, és akkor most, hogy tisztázzuk, az 5., 6., 7. és a 8. napi rendi pontunkról beszélt a Jenci asszony. Ezekről együtt kérem akkor, hogy szavazzunk az elfogadásokról. Ez is 5 igennel elfogadta.